Hangsúlyos része az életművének volt a festőművész, a állandó kiállításának a helyszínén vagyunk, és volt a pedagógus, a tanár. Ő ezt a két részt soha nem választotta el egymástól, mindig hangsúlyozta, hogy a kettő összetartozik szervesen, oda-vissza hatásban van egymással, és fejleszti egymást. A rész és az egész. Ugye a magyar nyelvünk is fantasztikus, ilyen értelemben a magyarságnak egy sajátos világlátása van, ami a nyelvünkben tükröződik. Amikor azt mondjuk, hogy egész, abban benne van az ég. Amikor a gyök, a szógyök. Amikor azt mondjuk, hogy egészség, akkor arra gondolunk, hogy nem vagyunk betegek. Tehát teljesek vagyunk, csorbítatlanok vagyunk. Annak még ilyen kifejezéseink, hogy ember elveszti az egyik karját, esetben nem azt mondjuk, hogy egykezű lett, hanem azt mondjuk, hogy félkezű. Szemével ugyanez, nem azt mondjuk, hogy félszemű, vagy egyszemű, hanem félszemű. Tehát az egész részkérdés, az borzasztóan fontos az egész életünk során, minden területen. Ugye volt itt a egy Lantos Ferenc, és jött egy Apagyi Mária felesége, és adom a szó, hogy ők ketten egy egészet hoztak létre, a Martin Ferenc Művészeti Szabadiskolát megalapították. 1984 óta működik így együtt ebben az iskolában. És
Igazság szerint én most azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Lantos Ferenc mit, hogyan gondolkodott, hogyan írt a pedagógiáról, és hogy a tézisekben hogyan fogalmazta meg a tanítás, a művészeti nevelés célját. Tehát most Lantos Ferencet idézem. Nem a művészet, illetve a művészeti alkotás a cél. Ez csak eszköz az ember számára. Cél az embermű, mint műalkotás. Ugyancsak nem cél a művészeti oktatás, vagyis ez is csak eszköze a minőségi ember kialakításának. Éppen ez adja meg a művészet és a művészeti oktatás felelősségét. A művészet nem tanítható, csak a különböző művészeti ágak nyelve tanítható, vagyis csak a nyelv tanítható. Művészet csak annak a nyelvhasználatnak az eredménye lehet, mely megfelelő szellemi és technikai képességekkel rendelkező személy birtokában van. Ezért a nyelvhasználatnak két végpontja van, a hétköznapi nyelv, mely mindenki által elsajátítható, és a művészeti nyelv, mely a legmagasabb szellemi szintekre törekvő kevesebb adottsága. A két végpont között természetesen sok átmenet lehetséges, és csak az esetenkénti körülményektől függ, hogy ez melyik szélsőséghez van közel. Minden művészeti ágnak sajátos nyelve van, melyeknek az alapjai megegyeznek, de sajátosságukban különböznek. A taníthatóság érdekében tisztázni kell a művészeti nyelvek sajátos alapjait és ezek rendszerét. Vagyis a sajátos szókincseket és a nyelvtani szerkezet rendszereket, mert ezek taníthatók csak. Gyakorlatilag ez az iskolánk célja, teljes embernevelésében fogalmazott. És tulajdonképpen már szeretném is akkor Máriát kérni, hogy folytassa, átadnám a szót azzal a kiegészítéssel, hogy hozzáteszem, hogy Feri szellemi kisugárzása mindig közöttünk van, Isten éltesse, és Isten éltesse mindjárt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ennyien összegyűjtünk, csak az a baj, hogy kicsi a helyzet. De itt vannak a képek közlem. Azt hiszem, sokkal magadon dolgozni, mint jelent. Ez volt a meghívó lapunk. A lapnak az egyik oldalán ez a kiállítás, ezt a kiállítást jelzi Pincelé Sándor összeállítása, ami tulajdonképpen főként ezen az állandó kiállításon szereplő művekből, de nem mindegyik szerepel itt, ezekből állította össze, és a másik pedig jelzi azt, hogy tulajdonképpen ez egy része az életünknek. Ez egy rész, és emellett számos vagy számtalan út keletkezett, és rengeteg mindent csinált Lantos az élete folyamán. Én most erről szeretnék beszélni, amiről ez a kiállítás ilyen értelemben nem szól, mert nincsenek itt azok a képek. Elsőként mindjárt ez a keletkezés című kép az, amit ha megnézzünk egy kicsit is jobban, akkor láthatjuk, hogy ilyen virágmotívumok vannak. Kicsit tulipánra, levélre emlékeztető irányok, ívek, föl, le, föl, jobbra, balra. Egy gyönyörű szimmetriája van az egésznek, van egy szimbolikus tartalma is, amit egy monogram jelent. Ott van a négyzet és a kör, amiről majd később fogok beszélni, de mindjárt az ellentétében látjuk a nagyobb és a kisebb. Ugye a lent és a fönt. Tehát egy sor utalás a természetre. Lantos a kezdetektől fogva tulajdonképpen mindig figyelt a természetre, és rengeteg elemző vázlatot és munkát készített a természetről is egyrészt, másrészt pedig a népművészetről. Ezek, amiket itt láttunk, ezek tulajdonképpen népi motivumokként jelennek meg. A pici kis formák már magukban rejtik a tulipán motivumot. Itt van az elemzések közül, csak kettőt hoztam el, mert egyébként nagyon hosszúra sikeredne ez a beszélgetés.
Az egyik, az bal oldalon látható, az a természet. Ebből már rengeteg mindent kiolvashatunk, itt a körforma például. A számtani összefüggések, a spirálok, a csillag, a virág motívum, itt is az irányok, a forgás. Tehát óriási rend van, természetben nagyon nagy rend van. De ugyanez a rend van a népművészetben is, mert a népművészek a természettől tanulnak, ugyanúgy, ahogy a zenészek is a természettől tanulnak, az irodalmárok is a természettől tanulnak, tehát megtanuljuk azt, megismerjük a teremtett rend szépségét, és ezt próbáljuk a saját alkotó munkánkba beépíteni, és gazdagítani ezáltal saját magunkat, a teljes személyiségünket, amellett, hogy a munkánk is ezáltal talán minőségibbé válik. Ezt direkt egymásra raktam ezt a képet, hogy lássuk a rendet, és Lantosnak a jelzéseit, hogy például a sorolás, az ismétlés, ugye a zenében milyen fontos szó, az ellentét, az imitáció, mint utánzás, itt is, a következő kis rajzban is, akkor itt is a párhuzam, mondhatom, hogy párhuzam, tükörkép, szimetria, ritmusok, itt az alján láthatok a körök nézetekbe. Tehát tulajdonképpen minden benne van, amire azt mondjuk, hogy a dolgok rendje, a szerkezete, amilyen az ember szerkezete és felépítése, és mégis mindannyian mások vagyunk, egyedi példányok vagyunk, és mégis egyformán ugyanarra a rendre, ugyanarra a szerkezetre épülünk. Úgyhogy ez szerintem hallatlanul fontos, hogyha ezt megérezzük ennek a szépségét és a lényegét. Itt külön a két elemzés, és a nézet és körről egy picit később fogok beszélni. Most csak összefoglalom, hogy tehát mit tanulunk a természettől és a népművészettől? Mindezeket, amiket az előbb felsoroltam, a rendet, a különféle szerkezeti elveket, amelyek mind zenében, képzőművészetben, irodalomban, matematikában, és tulajdonképpen mondhatom így, hogy ezek azok az interdisziplináris elvek, amelyek összekapcsolnak bennünket az egész világban. Lantos már első pillanattól kezdve foglalkozott ezekkel a gondolatokkal, és egészen nagy lépésekben csak néhány jelzést szeretnék említeni, hogy ezeket könyvekben, kiállításokban, ezeknek a nyomait megtalálhatjuk. 72-ben volt már az az öt részes sorozata, a természetlátás alkotás. Ugye a cím is mutatja, hogy természet, látás, alkotás. Minden benne van. Egy alkotói gondolkodás és egy pedagógus alkotó gondolkodása is. Tehát a kettőt is mindig összekapcsolja. A keresztmetszetek a régi és új formák című könyvben. Ez is valamikor a 70-es években készült, érdekes módon egyetlen egy dátum nincs benne. De én úgy emlékszem, hogy a 70-es években adták ki. A rokonvilágokat, amit gyerekeknek 80-ban írt, a természet működési rendje és az ornamentika, ez 2006-ban keletkezett, és a természet rend variációk című kis vázlat füzet rengeteg képpel, ez 2010-ben. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a természeti motívumok és a népművészet alapjainak felkutatások, és akkor olyan felfedezésekre jutunk, hogy tulajdonképpen egy kincstárat képezhet ez a felfedezés sorozat, és az összefüggéseknek olyan számtalan példáját találhatjuk, amelyekből mindenki a saját maga életébe tud táplálkozni. Természetes, hogy ezek az elvek, amiket így említettem, nem egyszerre jelennek meg, hol egyik, hol másik a nagyobb hangsúly, de mindig van egy egész, amiben megállapítjuk, hogy az egészben milyen elemekről beszélünk, és az elemek milyen módon, milyen szerkezeti elvek szerint alkotnak egységet és egészet, de ezekről elemzés közben beszélünk, mert ha hat ránk egy mű, akár egy zenemű, akár egy festmény, akkor a legelső fontos az az érzés, legelső szempont az az érzés és az az élmény,
ami megkapja az embert, az a szépség, amitől gazdagabb leszek talán, és ami talán segít a saját magam problémáinak is a megoldásában. Az elemzések tanúságai, tehát ezek a gyökereknél jelentkeznek, és azt kell mondanom, hogy itt az egész kiállításra vonatkozóan azt mondhatom, hogy mindaz, amit eddig elmondtam, az itt jelen van mindegyik képen. Minden képen persze arányaiban más-más számszerűséggel. Tehát nagyon lényeges, hogy ezeket a mélyben rejlő kapcsolatokat, összefüggéseket észrevegyük, és tovább gondoljuk. Még egyszer hangsúlyozom, amit itt látunk, az mind a természet, népművészet törvényszerűségeit követi. Ha vége van ez a mai bemutatónk, iskolai bemutatónk, és meg inkább így mondom, hogy megemlékezésünk, akkor mindenki elmélyedhet egyet kép mellett, és keresheti a törvényszerűséget. Keresheti a kép mögötti rendet. Miről szól? Mi van mögötte? Mindig szól, ha egy vízparti jelenetről van szó, az is szól valamiről, de ha itt oda nézek, és ott van egy kép, az is szól valamiről. Miről szól nekem? Mi van mögötte? Ezt a mögötte való tudnivalót kell megéreznünk és megtudnunk, mert minél többet tudunk, annál jobban érezzük. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is a magyar népzene felé fordult, és ennek megismerését hangsúlyozta, hiszen a magyar népzene az egész magyarság lelkének tükre, ahogyan ez gyönyörűen fogalmazta Kodály Zoltán. Most következik a harmadik dolog, a természet, a népművészet után, a négyzet és a kör. Ez egy tűzzománc az elforgatott négyzetről, mint alapforma. Ha most mint alapformát keresünk, akkor tulajdonképpen ez is még megvan a természetben, az épített világban, a környezetünkben. Számtalan példát találunk erre. Hát az első, amit mindjárt kivetítettem, ugye a virág. Számtalan virág a kör alakú. Akkor vannak a négylevelű lóhere négyzetbe, ő foglalható be vele. Akkor a napra gondolunk, a holdra gondolunk, a Szent Péter bazilikára és a Pantheonban, Rómában. Az tele van négyzet és körrel. Négyzetben, körökkel. Hihetetlen. A márvány talapzaton, ahogy megyünk, meg fölnézünk, mindenütt négyzet és kör van. Vagy a vörös négyzetre az égen, ezt a csillagászatból ismerjük, és a négyszeres spirálra az emberi sejtekben. Tehát kicsiben nagyban a négyzet és a kör az egy alapdolog. Ezt az alapformát önmagában használva viszont nagyon kevés variációs lehetőséggel tudjuk működtetni. Ezért Plantos arra gondolt, hogy különböző osztásokat hoz létre, és a különböző osztásokból hallatlanul gazdag világ született, itt ezeknek a nyomait mindig megtalálhatjuk ezen a kiállításon. Már említettem az előbb, hogy az életműve nagyon sokrétű és nagyon szerteágazó. Igazolásképpen néhány példát ilyen lóugrásokban bemutatok, amelyek nem szerepelnek az állandó kiállításon. Teljesen természetes, hogy egy ilyen rövid áttekintés nem lehet teljes, rengeteg dolog kimarad. De mielőtt mutatnám sorba ezeket a képeket, Lantos szeretném idézni. Azt írta, egy kis cetlin találtam pont két napja. Direkt erre szólt, hogy én ezt ma el tudjam mondani, ezt nem is tudtam, hogy ez valahol be van írva. Nem zártam be magam semmilyen téma vagy stílus kategóriába, se nyugat, se kelet. Ha van egyezés, az vagy véletlen, vagy törvényszerű, egyik vonulat belejátszik a másikba. Azt hiszem, ezzel mindent mondtam. Akkor nézzük a képeket. Mondtam, hogy születik a tulipán. Íme, itt van a tulipános. Csak úgy mondom, hogy polikolor, zománc, akril. Akkor tulipánok a tetjén, a zománc. Tulipánkert, ott a valóságos rózsát odarakja, szintén tulipánkert. Ebből születik az iskolánk emblémája. Ez az iskolánk emblémája, amit mindenütt használunk. Arányok a címe, ugye népművészeti motívumok.
szintén ez az aranyeszés arányal függ össze, de itt is a negyed körökből teljesen népművészeti motivumokra utaló nyomokat hagy. Kompozíció. Most tovább, csak megint összefoglalva mondom, hogy portrék, emberi alakok, városképek, táj, Balaton. Az édesanyja, édesapja. Reagálás 2012-ben az Európai Parlament vitájára, január 18-án. Jókkal nem tudjuk, hogy mi van beírva. Azt hiszem, mindenki el tudja képzelni, hogy mi volt. Hát ilyen volt, én végignéztük, egész nap azt néztük akkor. Városkép, az uránváros alakulása és építése. Az uránváros munkása, Balaton, balatoni fürdőzők, Kisdejdor, Fák és a hegy, Fonyódi csónak, Szigliget, a naplementék sokféle lehetősége, krétával, filctollal, akvarellel, mindenféle technikát kitalált, és kipróbált, amit csak el lehet képzelni. Nap, hold, naplemente, elvont naplemente, tükröződés. Csodálatos. Legalábbis nekem az. Én most akkor, ha ezt a képet nézzük, akkor most már azt mondhatom, hogy ebben benne van minden. Benne van a természet, benne van a népművészet, benne van az elvontabb, és benne van a magyarázó, oldottabb rész is. Tehát talán ez a példa mutatja azt, hogy nincs értelme ilyen kategóriában sorolni képzőművészetnél a képeket, hogy geometrikus, absztrakt, nem geometrikus. Kép önmaga olyan, amilyen, és minden benne van. Inkább azt mondom, hogy totalitás. Totalitás, és mindenki annyit fog fel belőle, amilyen szinten gondolkodik a művészetről. Mennél többet tud róla, annál többet fog felvelőni. Tehát nincs értelme kategorizálni. Ugyanaz, de van egy szimbolikus értelme is. A hitünk, a tartásunk. Két írtó fontos képet mutatok most, ahol ugyanez benne van. Táj, a víz, az előtér, a háttér, mindaz a kaland és élmény, a nézet és a kör. A lányfej, a madár, minden benne van. Azt hiszem, hogy az ember örömmel gondol minden további feladatára, ha ilyen képeket néz. Mert az a legfontosabb, hogy egy ilyen kép alkotó munkára ösztönözze az embert. Ez csak egy kis vázlat, de szerintem önmagáért beszél szintén. A fölfelé, a nárnak és a különféle parti növényeknek a fölfelé mutatása, a lent és a fönt összekapcsolása. Ezek már tulajdonképpen nagyon sűrítve jelentik mindazt, amit eddig elmondtam, erősen balatoni élménnyel szintén. Minden benne van. Mondjam így, hogy ritmus, ismétlés, szimmetria, variáció, víz, szépség, még az illata is benne van, az az érzésem. Ez a Pécsi Önkormányzat előtt, Pávas Zsolt irodája előtt az Ébredés 2010 című kép. Ebben is ugyanúgy minden benne van, szimbolikus tartalmával, nemzeti színű zászlóval, mindennel, mindent kiolvashatunk belőle, mindent. Az egész világban van. Ezt hallatlan fontos képnek tartom. Meg a többit is természetesen, csak nem mondhatnám el mindegyik után, mert akkor már egy kicsit súlyát veszteni ez is. Ez a két utolsó kép pedig, ez a fölötted az ég, alattad a föld, benned a létre, ugye, ahogy Vörös Sándor mondja. Tehát a Vörös Sándorra egy utalás, és azt hiszem az életre egy utalás. A saját életünkre, hogy mi a feladatunk. Kik vagyunk? Mit vagyunk? Mi a dolgunk? Megtaláltuk a feladatunkat? Megtesszük a feladatunkat? Hogy élünk a családban? Élünk a családban? Mit
mit csinálunk? Milyenek a gyerekeink? Szeretjük-e a gyerekeinket? Nem szeretjük? És így tovább számtalan olyan kérdés, ami ugye mindenkivel felöltődik. Az utolsó, erről annyit elmondok azért, hogy ez a kép már nincs meg. Egyik héten észrevettem, hogy eltűnt a kép. Eltűnt. Ráfestett valamit. Még az volt a szerencsém, hogy eltűnt a kép. Mindig ráfestett. De azért megvan a nyoma, megvan. Most a családban maradt a kép. Nem tudom, hol van Éva. Ugye Éva? Oda minden. Hát szóval a kép. Na, akkor megyünk tovább. Utolsó kép. A mindenséggel mért magad. Ez a József Attila Ars Poetica részlet. Hogy oda mi van írva, az a szöveg, ahogy megy tovább a vers. Azban sűrűn egymásra írva. Tehát itt már megint azt mondom, hogy az emberi tartás a teljes emberi élet felelősségéről szól. Mindannyiunk életéről, az ő életéről. Nem mindegy, hogy hogy írunk, nem mindegy, hogy mit teszünk, nem mindegy, hogy feladatunkat hogy végezzük. És nem mindegy, hogy szeretünk-e valamit, vagy nem szeretünk. Borzasztó fontos, hogy szeressük. Meg kell tanulni szeretni. Kodály azt mondta, hogy az embernek mindent tanulni kell. Igaz. Mindent meg kell tanulni. Törekedjünk rá. Ez az utolsó kép, amit szerettem megmutatni, és tegnap váratlanul kaptam egy messenger hívást. Azt mondom, hogy rajtunk van a gondviselés áldása. Bíró László, családreferens püspök úr telefonált, aki jelenleg olyan beteg, hogy nem tud lábra állni. Nagyon beteg, itt van a kórházban. És azért telefonált, hogy közölje, hogy velünk van lélekben, itt van velünk, és a mai délelőtti szentmisét a Lantos Ferencért tartja. Jobbulást kívánunk neki. Ezzel szeretném befejezni a szöveges részt, és most a következő dia, most egy kis zenei rész következik. Lantos 1970-ben írt nekem egy kompozíciót. A kompozíció így néz ki ekkora, csak olyan széljegyzetekkel írta le az egészet, hogy úgy gondoltam, hogy most ez ellenterhelek mindenkit, de csak felolvasok belőle, szóval zongora szonátát nekem ajánl, és próbáljam megtanulni, és írja meg hozzá a befejező részt. Azt írja, hogy szeretné, ha megállapítanám a variálás törvényszerűségeit, és próbáljak belőle zenét csinálni. Ezek a hangok adva vannak, ezekkel azt csinál, ha szemét akarsz. Hát én most úgy gondoltam, hogy ezt csinálom, és ezt az első, felső részt, ezt a részt vetítem ki, de tulajdonképpen ennek az első négy ütemét vettem alapul. Ezt rögtön, ha egy kicsit megnézzük, látjuk, hogy ez nem más, mint permutáció. Tehát van négy egysége, és a négy egységek helyén cserélnek. Ezzel kezdtem játszani. Fogok kezdeni tovább. Thank you.
megemlékezés improvizációt fog játszani. Nézzük meg a szépet, jó? Szándékos. Mégis mindegyik képre jellemző az, amit itt is látunk, hogy hogy egy nagyon határozott, itt éppen egyenesekkel megrajzolt struktúra találkozik a egy képen belül a sokkal lágyabb, képlékenyebb, egészen más karakterű részletekkel. És ugyanez jellemző a most látható itt kiválasztott képek mindegyikére is, itt megjelenik a négyzetkör is, amiről Mária beszélt már az előzőben, vagy itt is ugyanerről van szó, itt a párhuzamos sávok közül bujkálnak elő ezek a kis pontszerű elemek, vagy itt a negyedkör jelenik meg, és mondhatjuk azt, hogy ilyen módon van jelen a képeken a természet, ami igaz is, de a természethez való kapcsolódás ennél sokkal többféle szempontból, többféle mélységben is lehetséges, és erről szól Lantos Ferencnek egy gondolata, amit most felolvasok.
hogy bármilyen elvontnak tűnik is néha, amit csinálok, alapvetően természetelmű festőnek vallom magam, csak nem a természet külső képét akarom letapogatni ilyen-olyan stílusban, hanem a működését próbálom megérteni, és a működésnek megfelelően szeretném létrehozni saját alkotásaimat. Arra törekszem, hogy a természet és az alkotás egymásnak analógiái legyenek. De hogy hogyan lehet analógiája egymásnak két olyan különböző dolog, mint a természet, vagy például egy festmény? Hát, hogyha a természetet megvizsgáljuk, megismerjük a felépítésének, működésének a rendjét, akkor, és ezeket a törvényszerűségek bármilyen emberi alkotásban megjelennek, akkor már analógiáról beszélhetünk. Ez olyan hasonlóság, amit nem a konkrétan felismerhető tárgyi formák eredményeznek, hanem azok az összefüggések, amik a felszínen gyakran nem is fedezhetők fel, csak alaposabb elemzés útján ismerhetjük fel őket. És hogy mik ezek az összefüggések, arra hoztam néhány fotót, ami a természet kisebb-nagyobb részleteit ábrázolja. Hát itt a fák ebben az esetben teljesen szabályos rendben sorakoznak, ismétléses szimmetriát létrehozva. Nem egy formák, tehát variációkban sorakoznak itt. A táj viszintes párhuzamos tagolódása ellentétben áll a fák fényülegeseivel, de az ellentét más szempontból is felfedezhető, sötét világos szempontból, vagy a fák vastag és vékonyabb ágai között a fokozatos átmenetekkel. Vagy egy másik, kis másfajta tájrészlet, a virágos fény, ahol megint ismétlődéseket látunk, variációkban ismétlődnek a virágok, különböző sűrűségbeli ellentéteket hoznak létre. Ezek a kis kékvirágok, a fehérek között időnként felbukkannak, visszatérésként értelmezhetjük ezt. És hogyha egyetlen virágot megnézünk, akkor egy más, a szimmetriát, egy másik fajtáját, a forgás szimmetriát fedezhetjük fel, ez jellemző a felépítésére. Viszont ha egy másik virágot nézünk meg, például ezt a ladárbácskát, akkor rögtön látszik, hogy ez kétoldalian szimmetrikus felépítésű. Ha a szirmait is megszámoljuk, akkor az öt szirom közül kettő helyzetét és színét tekintve elkülönül a másik háromtól, és a kettő, három, öt, mint a Fibonacci számsor egymást követő elemei, az aszimmetriára, az aranymetszés arányra utalnak. Ezeknek persze nem csak a felépítésre, látványra vonatkozó megállapítások, hanem különböző természeti folyamatok, történések esetében is ugyanilyen megállapításokat tehetünk. És ugyanolyan megállapításokat tehetünk ezeken a most következő képeken is. Nem mindegyiket fogom részletesen végigelemezni, itt egy kicsit többet mondok ennél az egynél, hogy például itt a függőleges sávok aranymetszés arányban tagolják a képet. Sok szempontból megfigyelhető az ellentét, a irány ellentét, tónus ellentét, a görbe egyenes ellentéte, és tele van ismétlődésekkel, variációkkal, párhuzamokkal. Hát nem is volt olyan hosszú az elemzés, viszont ha ezt megnézzük, itt felismerhető a látvány, de ugyanazokat állapíthatjuk meg, mint az előző képeken, a viszintesek, függőlegesek. Variációk, ismétlődések, ellentétek, a tömör, laza, egyenes, vagy szabályos, szabálytalan, és hát ez a közeli ház foltja az egész képet viszintes és függőleges irányban is aranymetszés arányban osztja. És vagyis ebben az esetben ezek a képek nem csak a természettel kerültek olyan kapcsolatba, amit az összefüggések megléte biztosít, hanem a két kép is analógiája egymásnak. Még egy-két példát nézzünk meg, hogy itt például egy alapvetően szimmetrikus forma szerepel, viszont egy kicsit balra tolva az aszimmetria felé mozdul el az egész képnek a szerkezete. Ha viszont ezt a két fontos pontot nézzük,
ahol ezt a két Bencz is mondott, akkor az viszont egyértelműen aszimmetrikusan aranybencés arányban osztja az egész kompozíciót egy alsó kisebb és egy felső nagyobb részre. Ezt a képet Mária is kivetítette, talán nem véletlen, mert annyira komplex és annyira minden benne van, hogy neki és nekem is megakadt rajta a szemünk. Ránézünk és rögtön a kétoldali szimmetria jut az eszünkbe, annak ellenére, hogy tele van aranymetszés arányú osztásokkal. Itt, 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 és de ezek együttesen mégis egy nagyon kiegyensúlyozott, tükörképes elrendezés eredményeznek. És akkor még nem is beszéltünk a párhuzamokról, ismétlésekről, variációkról, ellentétekről, visszatérésekről, de szinte minden benne van ebben az egyetlen képben. Hát egy ilyen képet is ide tettem, aminek személyes vonatkozása is van, hogy én vagyok középen, mellette pedig a testvéreim, ő itt is ült, és de hát itt is miről van szó, egyenletes ritmusban ismétlődnek a fejek, ismétléses szimmetriáról van szó, fejvariációk ismétlődnek, és hogyha a színre is figyelünk, akkor a világos fej után következik egy sötétebb tónusú, aztán megint világos, tehát visszatérés jön létre. Itt is fejekről van szó, ez a visszatérés, ez pont ellentétes módon alakul, hogy itt is fejvariációkról van szó, és a variációkat nem véletlenül hangsúlyozom, mert a variációk lépten nyomon megtalálhatók a környezetünkben. A biológia sokféleség idegen, szóval a biodiverzitás nagyon nem csak a változatosságot jelenti, hanem a természet működőképességét is biztosítja. Ezért nagyon fontos feladatunk, hogy megtartsuk ezt, hogy fennmaradjon ez a változatossága a természetnek. Itt, ha körülnézünk, meg az itt nem látható képeknek a legtöbbje is olyan sorozatokat alkotnak, amik azt mutatják, hogy ha valakit egy probléma nagyon érdekel, akkor vizuális megoldások sokaságát hozza létre ezzel kapcsolatban. Erre nézzünk meg most egy ilyen néhány példát. Itt tehát nem csak egy-egy képen belüli variációkról beszélünk, hanem több kép vonatkozásában is létrejön a variációs sor. Itt például itt a Balaton ihlette tájképeknél nagyon jól látszik. Itt is ugyanerről van szó. Itt egy kicsit más jellegű, de itt is egy gondolat, egy probléma köré fölfűzhető az egész képsorozat. Vagy visszatérve a balatoni tájakhoz, ide még nagyon sokat mellé lehetne tenni, és akkor lenne teljes a sor. Vagy itt egy más jellegű tájkép, ami pécsi vonatkozású kisdengvari tájkép. És itt az évszakoknak megfelelő színváltozások a variációnak az oka, az alapja. Végül most szeretnék egy olyan képet is megmutatni, ami teljesen szabályos szerkezetű elrendeződésű. Teljesen szabályosan négyzetekből épül fel az egész, mindegyikben ugyanolyan kör, ugyanolyan szabályos cikkekre osztva. Mégis, ha ránézünk, a kitöltések sokféle variációja miatt nekem legalábbis olyan érzésem támad, ami a természetre jellemző vibráló változatosság, amit például az előző tájképeken is láttunk. És hogyha ezt a képet megismételve mellé rakjuk a variációit, akkor ez egy egész gondolatmenetet mutat meg nekünk, hogy például az itt teljesen szabályos szerkezet, itt egy kicsit felbólik, kisebb nagyobbá válnak ezek a négyzetek és a körök, vagy hiányoznak is a körök. Itt pedig már csak a körök maradtak, viszont teljesen szabályos, viszintes sorokba rendezve. Itt pedig az előző képeknek az elemei egy szabadabb elrendezésben
már egy egészen új minőséget hoznak létre. Ez a kép is szerepelt a Máriánál, mindkettőnek tetszik, úgy látom. Végül egy idézettel szeretném befejezni, hogy szintén Lantos Ferenc idézett, hogy a jó kép olyan, mint a mag, amelyben benne van a fa. A képnek tehát olyannak kell lennie, hogy belőle mindenkinek kinőhessen a fája. Hát az én fám, illetve a fáim, azok a gondolatok, amikből egy keveset itt most alkalmam volt elmondani. Ma elsősorban szerkezeti összefüggésekről, analógiákról beszéltem, de ezek ismerete nélkül is élmény itt körülnézni a képek között, látni minden egyes festményt, rajzot külön-külön. Mégis úgy gondolom, hogyha értő szemmel nézzük ezeket a képeket, akkor közelebb juthatunk azokhoz ahhoz a gondolkodásmódhoz, ami az egész Lantos életművet jellemzi, egészen fiatal korától az utolsó pillanatokig. És az iskolában folyó munka is az első pillanattól kezdve ebben a szellemben történik. És most akkor átadom a szót Mosonyi Tamásnak. Ahogy láttuk, én szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy láttuk, hogy Lantos Ferenc munkáiban egymásra épülnek a gondolatok, és egymásból következnek az egyes képek. Így a művészetoktatásban is, a Martin Ferenc iskolában arra törekszünk, hogy ne csupán egy különálló, esztétizáló munkák szülessenek, hanem olyan munkafolyamatok induljanak el a tanítványainknál, amelyek szintén egymásra épülnek, és egy kutató, vizsgálódó, elemző és több irányba nyitott gondolkodásmódot formálnak ki. Két tanítványom munkáit hoztam példának. Az első cégbanka munkája, és ő 13 éves, és egy folyamatot szeretnék megmutatni, egy alkotási folyamatot, ahogy egyik munkából kiindulva a többiből átemel részeket, továbbfejleszt, tovább gondol. Úgyhogy az első egy improvizációból indul ki az első munka, és látszik, ahogy különböző elemkapcsolatok és összefüggéseket kell építi tovább ezt az improvizációt. Az improvizációt egyszerű firkából adott ki, amit később ugye hangsúlyokkal és rengeteg más összefüggéssel épített tovább. Látjuk, hogy a következő munkánál átemelte egy részt, az alsó részt, és már egy más nézőpontból vizsgálta tovább ezt az összefüggést. Látszik, hogy ezt az elem összefüggés rendszerbe bejött már egyfajta pozitív, negatív, egy kontraszt hatás, egy erőteljes kiemelés. A következőnél látszik, hogy újra átemelt elemet, és itt a rész egész viszonyát vizsgálta, látszik, hogy megjelenik az elemből egy egész, és a többi meg töredék elem, ami látszik, hogy vizsgálta ezt a részt. Rengeteg mindent el lehetne mondani, de ugye ez már egy dombormű, szintén a plasztikai hatás. Látszik, hogy az elemrendszer amorf formát öltött, és már megjelennek a rétegek itt ezen az alkotáson. És ez a befejező képe a sorozatnak. Itt meg a szerkezetet, ezt az amorf formák megmaradtak, ez egy domborítás, egy dombormű, amit egyébként egy gyógyszeres tubusból domborítottak a gyerekek. És látszik, hogy az amorf elem rendszer és elem kapcsolat megmaradt, viszont a szerkezet egy szabályos koncentrikus szerkesztés
Hát a másik tanítványom, Kis Flóra munkái, itt szintén egy improvizációból indult ki. Látszik, hogy a következő munkánál szintén kiemelt két részt, és összevariálta. Egy töredezett elemeket összefűzte, és így alakult ki egyfajta kontraszthatás, színes és a fekete-fehér ellentét, töredezettség és az egybefűzött formák. Többit azt gyorsan pörgettem. Itt is következőnél látszik, hogy az előzőből kiindulva egyfajta réteg hatás alakult ki. És ez a befejező munka, szintén egy dombor, mi látszik, hogy átemelt gondolatokat. Ezzel zárnám, és amit fontosnak tartok, hogy a Martin Ferenc iskolából gyerekek örömteli alkotás közben tanulnak meg olyan összefüggéseket, amelyek a különböző művészeti ágak közötti összefüggéseket, a természettel való összefüggésrendszert az örömteli alkotás által sajátíthatják el a növendékeik. Köszönöm szépen! És átadom a szót Fodor Egri Annitának, a kollégának. Az előzőekben még kísérhettünk két nagyon szép folyamatot, gondolkodási folyamatot, itt egy adott problémához kapcsolódóan végigvittek a gyerekek. Ugye az alkotó folyamatokban mindig kétféle egymáshoz nagyon szervesen kapcsolódó, mégis teljesen ellentétes irányt figyelhetünk meg, kétféle folyamat zajlik egy időben. Ugye az egyik irány, tehát amikor egyfelől megfigyelem a természet építkező logikáját, és egy ezzel analóg sajátos alkotói út során jön létre egy vizuális kompozíció, egy szerkezet, ahogy tetszik. Majd ezt a fajta logikus rendben való építkezést oldják fel azok a logikai úton már nem következő egyéni döntések, amelyek következtében egy sokrétű vizuális megjelenéssel találkozhatunk. Másfelől viszont elindulhatunk, tehát az előzőekben is mind a két esetben példát láthattunk erre, alulról az elemek felől is, tehát akár egy improvizációval is elindulhatunk, amiben később kristályosodik ki aztán egy szabályos rend, tehát az elemek tulajdonságai, illetve az egymáshoz való viszonyai, ami meghatározzák később ezt a rendet. Ez egy elég furcsa dolog, hiszen mondhatjuk azt, hogy maga egy kis rész is már immanensen tartalmazhatja az egészre vonatkozó információt. Ennek a kettőségnek köszönhetően egy állandó léptékváltás van jelen az alkotó folyamat során, ugye az szerint, hogy az egész vagy a rész felől közelítünk el. Pár gyermekmunkát hoztam én is. Ugye az Éva által mutatott képekhez kapcsolódóan, antos képekhez kapcsolódóan ezeknél a képeknél is egy, tehát mindegyik egy függőleges, vízszintes tagolódás figyelhető meg, vagy ennek a kapcsolata, egy rács struktúrára épülnek fel ezek a munkák is. És aztán az első esetben ezeket oldjuk föl, tehát ezeket oldják fel a gyerekek valamiféle módon. Az első ilyen munka Bertók Flóráé. Itt jól megfigyelhető, hogy ez a szigorú, szabályos rend, egy aranymetszés arányban osztott képfelület, amit aztán feloldanak ezek a játékosabb, oldottabb karakterű foltok. Aztán Klacsó Luca munkája következik. Ez egy hát nagyon szemléletes, szinte didaktikus példája annak, hogy a rács szerkezet hogyan oldódik fel ugye, a középtájban. Ez a szabályos rend hogyan oldódik fel. Aztán Török Csenge munkáján már direkt meg sem jelenik ez a fajta rács. Aztán Fehér Levente kompozícióján pedig már csak sejthetjük, hogy mégis mihez igazodnak a képek. Tehát mi az a rendező elv, ami meghatározza minket ezeknek az elemeknek. Néhány példát hoztam még a párhuzamos vízszintes osztásra.
Matta Olivia munkája, ahol ilyen természeti formákra emlékeztető elemekkel dolgozik. Ugye itt is egy szigorú rendbe ágyazva. Itt függőleges osztás, ugye eltűnnek katonak, itt egy kompozíció, és végül egy ugyancsak vízszintes jéghatától. Végezetül ennek a fordítottjáról, ennek az iránynak a fordítottjáról szeretnék beszélni. Tehát amikor a belülről, tehát az elemek felől közelítünk egy kompozícióhoz, egy alkotó folyamat során, onnan indulunk el. És ugyanígy létrejönnek ezek a szerkezeti elvek, tehát ugyanúgy egy rácszerkezet, vagy egy függőleges, vízszintes osztás jön létre. Viszont itt nem az adott rend az, ami feloldódik, hanem egyfajta, tehát az elemek karakteréből és egymáshoz való viszonyából alapul ki ugyanez a fajta rend. Az előző kép az Hajdó Kittié volt, Török Csenge munkája, Hatházi Zsófia, és végül Pesti Kinga kompozíciója. Szeretném átadni a szót Szalai Klára kolléganőnek. Az első kép Kírós Borbálának a munkája. A Kírós Borbála a képzőművész dizájner és Lantos Ferencnek tanítványa. És a tárgyszerkezethez és az elemhez, egészhez kapcsolódás példája látható a munkán. A másik, és a négyedikről, köszönöm Mária Maria. A másik munka, ez kettő, a Borinak a kislánya, Juhász Lizának a munkája, egy kicsit szabadabban látszik ugyanez, és Lizával egy Bach darabot tanulmányoztunk, amiben ugyanazokat az összefüggéseket vettük észre, és akkor így jött anyalánya, közös munkája, és egy harmadik képet is szeretnék mutatni, ez pedig Lantos Ferencnek egy munkája, és ezt a munkát Horváth Benedek választotta, és ő játssza Johann Sebastian Bach hával két szólamú invencióját. Most ami összetűzi a három képet, az, hogy mindegyikben nagyon jól látszik, hogy az elemek és a variációknak az összeépülése hogy hoz létre egy működő élő egészet, és ugyanez figyelhető meg a Bach darabban is. Gyerekben, kifejezetten magyar népben okatolódott fel.
19. korán írta a visszatekintésben, hogy rögtönözne minden épkézlet gyerek abonnák, szó szerint. Úgyhogy Sanna, kérlek, most rögtönöz ehhez a darabhoz kapcsolódóan, megbeszéltük a szempontokat, a bal kézben ismétlődés, a jó kézben dolgozás, és a variálatok és variáció, és milyen hangosan előszer. Thank you.
saját kompozíciót fogok játszani. Címe Ostinato, vagyis Makacsis Kéződés. A keletkezése, története, hogy egy számomra nagyon kedves gitáros és zeneszerző hallottam egy művet, az ő kompozícióját, ahol a makacsul ismétlődik egy G hang, és e köré fűzi a kompozícióját, és nagyon megtetszett nekem ez a fajta kreatív gondolkodás. Beszéltünk, és Mária beszélt már róla, hogy Mántos Ferenc is a kör és a négyzet kapcsán hasonlóképpen kezdett el gondolkodni, ehhez tudnám kapcsolni az én gondolatmenetemet. Az én kompozíciómban egy E hang fog makacsul ismétlődni, hallgassák szeretettel. Thank you.
Szintén nagyon sok mindent fogunk észrevenni a már elhangzottakból. Mi egy-két nagyon alapvető vettünk most szempontul. Ja, igen, itt hátul a képen is látható lesz. Egyrészt van a darabnak egy ábréája, visszatérő formája, ami megfigyelhető ezen a képen. És a darab eljátszása után pedig kiragadtuk a B részt, ami remélhetőleg majd hallható a népi motivumokat fog magával sejtetni, és ezzel fogunk egy négykezes rögtönzést csinálni. Thank you.
szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és most megkérném Péntek Király 5. osztályos növendékemet, hogy játssza nekünk Jadov mazurkáját. Ez a képezőtem a címmel a Szigligeti Újból, a Sekszeretet.